Néhány héttel ezelőtt számoltunk be arról, hogy a Tolnai Önkormányzat mellett működő Virágos Tolnáért és Mözsért munkacsoport átadta a legszebb porták tulajdonosainak járó elismerést. Akkor a bizottság elnöke, Herczig Lászlóné arról beszélt, fontosnak tartja egy olyan városkép kialakítását, melyben az itt élők jól érzik magukat, és amely képes kötődést kialakítani a településhez. Akkor vetődött föl a gyerekek parkjának ötlete. Ezek a karók jelzik, hová kell ültetni a fákat azoknak a családoknak, akik jelentkeznek a felhívásra. A Tolnai Önkormányzat mellett dolgozó szervezet azt is célul tűzte ki, más településekhez hasonlóan olyan parkot hoznak létre, amelyben az itt született gyerekek tiszteletére telepítenek fákat minden esztendőben. Pont az a cél, hogy ennek a ligetnek a megkezdésével, megvalósításával elinduljon egyfajta közösségi társadalmi kohézió is, ami segíti azt, hogy születendő gyermekeink és a családjaik érezzék azt, hogy a gyökereik itt vannak a szülőföldön, a településen és a hazájukban. Most ott tartunk, hogy beérkeztek első körben a szülőktől az igények. Meg is lepődtem rajta, hiszen pár nap alatt 15 család jelentkezett 16 gyermekkel, és ez meglehetősen örömet okozott, hiszen ebből látszik, hogy az emberek igazából érzékelik ennek a jelentőségét. Ez a csoport nagyon szeretné elérni azt, hogy mostantól kezdve, ha fát ültetünk Tolnán, akkor annak a fának legyen neve, hozzátartozója, gazdája. Vonatkozik ez azokra a faültetésekre is, amelyek esetenként fapótlás keretébe kerülnek majd elhelyezésre. Ilyenkor mindig egy akciót meg fogunk hirdetni, és kérni fogjuk a szülőknek a jelentkezését, hogy egy-egy fát úgymond fogadjanak örökbe, és szerepeljen rajta egy-egy gyermeknek a neve. A tervek szerint a ligetben nem csak növények kapnak majd helyet, hanem padok és sziklakert is teszi majd otthonosabbá a területet. A szervezők azt szeretnék, hogy a város olyan fákkal legyen tele, melynek van gazdája és hozzátartozója. Valahol megérteti azt, hogy mindenki tartozik valahova, mindenki jön valahonnét. És aztán, ahogy mondja a mondás is, hogy ha jól emlékszem, egy latin mondás, hogy adjunk a gyerekeknek gyökereket és szárnyakat. Ez egy gyönyörű régi mondás, és én azt gondolom, hogy ez valahol itt kezdődik, aztán folytatódik az intézményeinkben, és felnőttként nyilván folytatódik a társadalmi életbe való beilleszkedésbe. Van annak egyfajta jelzésértéke, mondja Herczig Lászlóné, hogy a gyerekek parkja a temető mellett kap majd helyet. Itt volt a legnagyobb olyan területünk, ami alkalmas arra, hogy egy ligetet létrehozzunk benne. De azt gondolom, hogy az emberek életében a születés és a halál az valahol összetartozik közötte egy nagyon hosszú úttal. És ennek a kettőnek meg kell férnie egymás mellett, hiszen egyébként meg szervesen összetartozik. Aki ide eljön és rendbe teszi a kisgyermeke fáját, akár vele együtt, akár eleinte még nélküle, az, ha van itt hozzátartozója, oda is be tud térni. És valahol ennek, ha ez így is megfogalmazható, akkor van egy szimbolikus jelentősége. A liget kialakításának első kapavágásaira a napokban kerül majd sor a Tolna-Mözsi temetőtő szomszédságában.